a szentőszi ünnepek. A háromszori hét ünnep közül ma van a sátorok ünnepe. Az Ótestamentumban Isten azt a napot, amikor Mózes lejött a sínai hegyről a tíz parancsolat második kőtáblájával, az engesztelés napjaként jelölte ki, és megparancsolta Mózesnek, hogy építse meg a sátort a kőtábláknak. Miután megkapta a második tíz parancsolatot, Mózes lejött a sínai hegyről, és teljes mértékben átadta Isten akaratát az embereknek, arra utasítva őket, hogy építsék meg a Szent Sátort Isten tanításai szerint. Egy héten keresztül az emberek szorgalmasan gyűjtöttek minden anyagot, ami szükséges volt a sátor építéséhez. Ez az anyaggyűjtési esemény lett a sátorok ünnepének alapja. Ha megnézzük az Új Testamentumot és megvizsgáljuk ennek történetét, a Biblia azt mondja, hogy a sátorok ünnepére összegyűjtött minden anyag Isten népét jelképezi. A sátorok ünnepe által láthatjuk Isten azon tervét, hogy befejezi az elveszett testvéreink, a mennyei családtagjaink megtalálásának küldetését, és visszaviszi őket a hazánkba, az örök mivel nekünk, embereknek lehetetlen egyedül megtalálnunk az elveszett testvéreket, ezért fel kell öltöznünk a Szent Lélek erejének teljes fegyverzetét. Ez a küldetés nem teljesíthető Isten segítsége és a Szent Lélek nélkül. Ezért Isten nem a késői eső Szent Lélek áldását ígérte a sátorok ünnepén. A sátorok ünnepe által kérjük buzgón a szent lélek erejét, és nyerjük el a szent lélek bőséges kegyelmét is. Biztosan vannak dolgok, amiket korábban csak a saját erőnkkel próbáltunk elérni, de mostantól mit tegyünk azokkal, Buzgón kérlek titeket, hogy hagyjátok el az ilyen makacságot, és határozottan értsétek meg, hogy mindezek a munkák Isten ereje által teljesednek be. Buzgón kell bíznunk és imádkoznunk kell a késői eső szent lélekért, hogy az igazságunkban minden egyes tag, a családja és az egyház megkapja a késői eső szent lélek áldását, és hogy erőt kapjon, hogy még erősebben fújja az evangélium kürkét akkor ma szálljunk időt arra, hogy a Biblia tanításain keresztül tanulmányozzuk a sátorok ünnepének eredetét, és azt, hogy az izraeliták hogyan teljesítették be a megünneplését. Először nyissuk ki második Mózes 36. fejezeténél. Második Mózes 36. fejezete. A 36. fejezet egyes versében megvan írva. Azért Bésaliel és a holiáb, és mindazok a bölcsférfiak, kiknek az Úr bölcsességet és értelmet adott, hogy meg tudják csinálni a Szent Hajlék való minden eszközöket, csinálják meg egészen úgy, amint az Úr parancsolta. Elhívá azért Mózes Bésalielt és a horiábot, és mindazokat a bölcsférfiakat, akiknek elméjébe tudományt adott vala az Úr, és mind a kit szíve arra indíta, hogy járuljon annak a munkának végrehajtásához. És átvevék Mózes-től mind azt az ajándékot, amit az Izrael fiai hoztak vala a Szent Hajlék felépítésének szolgálatára. Azon túl is minden reggel önkéntes ajándékot is hoztak. Eljövének azért mind azok a bölcsek, kik a Szent Hajlék minden munkáján dolgoztak, kiki a maga munkájától, amelyen dolgozott. És ezt mondák Mózesnek, többet hord a nép ajándékba, mint a kell a munka elkészítésére, amelyet parancsolt az Úr, hogy csináljunk. Parancsola azért Mózes, és hírré tevék a táborban, se férfi, se asszony ezután ne készítsen ajándékot a szent munkára. És megszűnék a nép hordani. Miután Mózes lejött a sínai hegyről, meg akarta építeni a sátort, amibe a tíz parancsolat kőtábláit helyeznék. Így összegyűjtött minden anyagot a sátor építéséhez az emberektől. Néhányan fonalat fontak, hogy szövetet készítsenek, mások pedig különféle eszközöket készítettek, amelyek szükségesek voltak a sátorhoz. Ilyen módon mindenki a saját képessége szerint folyamatosan hozott anyagot a sátorhoz, Addig a pontig, míg már bőven elég volt. Mivel az emberek annyit hoztak, hogy az bőven elég volt a sátor építéséhez, Mózesnek azt a parancsot kellett adnia az egész táborban, hogy ne hozzanak többet. A mennyei nép a sátorok ünnepének anyagaihoz van hasonlítva. Az a pillanat biztosan el fog jönni, amikor Isten kijelenti, az evangéliumi munka beteljesedett. Addig mit tegyünk, hogy még egy lelket megmentsünk? Amíg Isten ki nem adja ezt a parancsot, és ki nem jelenti ezt, sietnünk kell, hogy megtaláljuk az elveszett testvéreinket, és még több bűnöst megtérésre és Isten karjaiba vezessünk. Nézzük meg a 35. fejezet 4-es versét, hogy többet tudjunk meg a sátor építésének munkájáról. 35. fejezet 4-es vers. És szól a Mózes az Izrael fiai egész gyülekezetének, mondván: Ez az, amit az Úr parancsolt, mondván: Ki parancsolta meg a sátor építésének munkáját? Ahogy itt láthatjuk, Mózes egyszerűen a próféta szerepét játszotta, hogy közvetítse Isten parancsát az embereknek. Ötös vers: Szedjetek magatok közt ajándékot az Úrnak, mind, akinek szíve önként hajlandó arra, nem kényszerből. Mindenki, aki hajlandó arra. Hozzon ajándékot az Úrnak, aranyat, és ezüstöt, és rezet, és kék, és bíborpiros, és színű, és lemfonalat, és kecskeszőrt. Veresre festett kosbőröket, és borcbőröket, és sittinfát. Világító olajat, aromákat a kenet olajához, és fűszereket a füstöléshez. Ónix köveket és foglalni való köveket az efóthoz és a hósenhez. És a kik köztetek ahhoz értők, jöjjenek elő, hogy csinálják meg mindazt, amit az Úr parancsolt. A hajlékot, annak sátorát és takaróját, horgait, deszkáit, reteszrúdjait, oszlopait és talpait. A ládát és annak rúdjait, a fedéllel egybe, és a takaró függönyt az asztalt és annak rúdjait, és minden edényét, és a szent kenyerekhez valókat. A világító gyertyatartót és a hozzá való eszközöket, mécseit és világító olajt. A füstölő oltárt és rúdjait, a kenetnek olaját és a jó illatú füstölőt, a hajlék ajtajára ajtótakarót. Az egészen égő áldozat oltárát, annak részrostéját, rúdjait és minden eszközeit, a mosdómedencét és annak lábát. A pitvar szőnyegeit, oszlopait, talpait és a pitvar kapujának leplét. A hajlékszegeit, a pitvar szegeit és azoknak köteleit. A szolgálati ruhákat, a Szent Hajlékban való szolgálathoz, a Szent Ruhákat áron papnak és az ő fiainak ruháit a papi szolgálatra. Isten ezt parancsolta a népnek, hogy készítsék elő és ajánlják fel Istennek. Isten parancsolata szerint Mózes utasította a népet, hogy szükség van bizonyos anyagokra, és engedte azoknak, akik hajlandóak voltak, hogy elhozzák az anyagokat. Olvassuk el a 20 verset. Azután kiméne az Izrael fiainak egész gyülekezete Mózes elől. És eljöve, milyen emberek jöttek? Mindenki, akit a szíve indíta, és akit lelke hajt vala. Ezeket a dolgokat egyik korszakban sem erőszakkal végzik. Ebben a korban sem szabad erőszakkal végeznünk ezt a munkát. Az evangéliumi munkánk egy mély megértés és mély felismerés eredménye, ami olyan vágyat ébreszt bennünk, hogy szívesen végezzük a küldetésünket. Az evangélium egyáltalán nem olyan dolog, amit kényszer alatt kellene végeznetek, csak azért, mert valaki sürget titeket. Ha vonakodva tesszük, az csak rosszabb eredményhez vezethet. Ha szívből indítatunk és hajlandóak vagyunk felajánlani a sátor minden egyes anyagát Istennek, akkor minden egyes lelket arra vezethetünk, hogy visszatérjen Isten karjaiba, megtérjen, és elkezdje az utat a mennyhez vezető úton Isten gyermekeként az üdvösségért. Nézzük meg újra a 21-es verset. És eljöve mindenki, akit a szíve indíta, és a kit lelke hajt és hozának áldozatot az Úrnak, a gyülekezet hajlékának készítéséhez, és annak minden szolgálatához, és a szent ruhákhoz valókat. És jövének férfiak és asszonyok együtt, mind a kit szíve indított. Eddig folyamatosan a hajlandó szót néztük a Bibliában. Annyit tehettek, amennyit megértetek, annyit követhettek, amennyit megértetek, és annyit cselekedhettek, amennyire hajlandóak vagytok. De erőszakosan tenni valamit, amit a szívünk nem akar, egyáltalán nem az, amit Isten szeretne vagy kíván. Kiteremtette az eget és a földet. Ki a tulajdonosa mindennek? Nem Isten a tulajdonos? Isten nem akarja, hogy nem hajlandó szívvel tegyünk valamit, mert ez nem örvendezteti meg Istent. Isten nem azért hívott el minket, mert egyedül nem tudná elvégezni az evangéliumi munkát, vagy mert az nem teljesedhetne benélkülünk. Mit adott nekünk, mennyei bűnösöknek? Lehetőséget adott nekünk, hogy megtérhessünk. Bár Isten ilyen becses lehetőséget adott nekünk, de ha nincs hajlandó szívünk, Isten nem fogja elfogadni azt. Ahogy Isten nem fogadta el Káin áldozatát, úgy nem fogja elfogadni azt sem, amit nem hajlandó szívvel ajánlanak fel. Ezért biztos vagyok benne, hogy amikor a szívünk indít minket és hajlandó szívvel végezzük a lelkek megmentésének munkáját, sok lélek képes lesz megtérni és biztosan visszatérni Isten karjaiba ezen az őszi fesztiválon. Folytassuk a 35. fejezet 20-as versével. Nézzük meg a 20 verset. Azután kiméne az Izrael fiainak egész gyülekezete Mózes elől. És eljöve mindenki, akit a kita szíve indíta, és akit lelke hajtvara, és hozzának áldozatot az Úrnak, a gyülekezet hajlékának készítéséhez, és annak minden szolgálatához, és a szent ruhákhoz valókat. És jövének férfiak és asszonyok együtt, mind a kit szíve indított, hozának kapcsokat, függőket, gyűrűket, karperecet, mindenféle aranyeszközöket. A férfiak is, mind a kik hoztak áldozatot az Úrnak. És minden ember, kinek a mie vara, hozott kék, bíborpiros, és karmazsin színű, és lámfonalat, kecskeszőrt, veresre festett kosbőröket és borcbőröket. Minden, aki ezüstöt vagy rezet vihetett, felhozá azt áldozatul az úrnak, és akiknél sittinfa találtaték a szolgálat különböző szükségeire, felhozák azt. Az asszonyok közül pedig mind, akik ahhoz értettek, saját kezeikkel fonának, és felvidék azt, amit fontak, a kék és a biborpiros, és a karmazsin színű, és a lemfonalat. 26-os vers. Azok az asszonyok pedig, akik ahhoz értettek, fonának kecske Ahogy látjuk, a építésének folyamatában a legközpontibb szempont a hitük volt. A Biblia többször is feljegyezte, hogy azért indítatott a szívük, és azért voltak hajlandóak csatlakozni, mert helyesen értették Isten akaratát. Ők szívesen akarták végezni ezt a munkát, ezért önként jelentkeztek. Isten nem fogadja el azokat, akiknek az elméje ezzel ellenkezik. Ő elutasítja azok felajánlását, akik nem hajlandóak. Minden adott szó értékessé és becsessé vált számukra mindazon kegyelemre gondolva, hogy Isten megbocsátotta minden bűnüket, mint az aranyborjú báványimádást, és hogy hogyan adta meg nekik újra a tíz parancsolat kőtábláit. Így az izraeliták, akiknek megbocsátattak a bűneik, lelkessé és buzgóvá váltak, hogy megépítsék a sátort, mert abban voltak a kőtáblák, amelyeken Isten parancsolatai voltak felírva, az elsőtől a tizedikig. A gondolat, hogy Isten a sátorban foglalkozni, buzgóvá tette őket, hogy elvégezzék ezt a munkát. Ezért ismétlődnek folyamatosan azok a szavak, hogy azok, akiket a szívük indított, és azok, akik hajlandóak. Akkor milyennek kell lennie a hit hozzáállásunknak a sátorok ünnepe alatt? Isten evangéliumának szavát egy hétig terjeszteni Szamáriában és a Föld végső határáig, hogy megtaláljuk az elveszett testvéreinket, ugyanaz, mint szorgalmasan felajánlani egyenként Istennek az anyagokat a sátor építéséhez Mózes idején 3500 évvel ezelőtt. Milyen szívvel kell rendelkeznünk ehhez a küldetéshez? Az isten által indítatott szívvel, hajlandó és örömteli szívvel. Nem szabad csak utánozni azt, amit mások tesznek anélkül, hogy megértenénk azokát. Amikor helyesen megértjük és követjük isten tökéletes akaratát. akkor a szent lélek isten bennünk foglalkozni és mindenben segíteni fog nekünk. Mint amikor a gyermekek megpróbálnak megható levelet írni a szüleiknek, de ők nem jók az írásban és a kézírásuk egy kicsit rossz. Ahelyett, hogy a kézírás minőségére koncentrálnának, mit látnak a szülők? A gyermek őszinte szívét. Habár az anya, apa, szeretlek, írása egyáltalán nem olyan, mint egy jó kalligráfusé, milyen lenne a szülők szíve, akik ilyen levelet kapnak a gyermekeiktől? Lehet, hogy jelentéktelennek tűnik, és biztosan vannak szebbnél szebb írásmódok is, de az a levéleg életen át egy kincs lesz. Ennyire megbecsülik azt. Mi miatt? Ahogy a szülők megbecsülik azt a pillanatot, amikor a gyermekük szíve megörvendezteti őket, úgy Isten sem azért kívánja a mi erőfeszítéseinket, mert nem tudja egyszerre összegyűjteni az egész emberiséget. Nem szabad elfelejtenünk, hogy Isten lehetőségeket ad nekünk. Ezért, ha hajlandó szívvel dicsőítjük Őt a sátorok ünnepe alatt, biztos vagyok benne, hogy Isten bőségesen meg fog áldani minket ajándékokkal, amelyek bőven elegendőek ahhoz, hogy felajánlhassuk neki. Most pedig vizsgáljunk meg az ótestamentumban néhány rendtartást, amit a sátorok ünnepe alatt tartottak. Lapozzunk harmadik mózes 23. fejezetéhez. Harmadik Mózes 23. fejezet 33-vers. És szól az Úr Mózesnek, mondván, szó Izrael fiainak, mondván, ugyanennek a hetedik hónapnak 15-én, ma van a Szentetnaptár szerinti hetedik hónap 15 napja, ez a nap a sátorok ünnepe legyen az Úrnak hét napig. Az első napon szent gyülekezés legyen, semmi robot a munkát ne végezzetek. Hét napon áldozzatok az úrnak tűzáldozatot, a nyolcadik napon pedig szent gyülekezéstek legyen, és újra tűzáldozattal áldozzatok az úrnak. Berekesztő ünnepez, semmi robot a munkát ne végezzetek azon. Ezek az Úrnak ünnepei, amelyeken szent gyülekezésekre kell gyülekeznetek, hogy áldozzatok az Úrnak tűzáldozattal, egészen égő áldozattal, ételáldozattal, véres és italáldozattal, minden napét a maga napján. Az Úrnak szombatjain kívül, adományaitokon kívül, Fogadásból és szabad akaratból való minden ajándékaitokon kívül, amelyeket adni szoktatok az Úrnak. 39-es vers. Ugyancsak a hetedik hónapnak 15. napján, amikor a földnek termését betakarjátok, az Úrnak ünnepét ünnepeljétek hét napig. Az első napon nyugodalom napja, és a nyolcadik napon is nyugodalom napja legyen. És vegyetek magatoknak az első napon szép fának gyümölcsét, pálmafa ágait, sűrű levelű falombját és patak mellett varó fűzgajakat, és örvendezzetek az Úr előtt, a ti istenetek előtt hét napig. Így ünnepeljétek meg azt az Úrnak ünnepét minden esztendőben hét napig. Örökké való rendtartás legyen ez a ti nemzetségeiteknél, a hetedik hónapban ünnepeljétek azt. Az ótestamentum rendtartásai között volt olyan, hogy az emberek pálmafa, mirtusz és olajfa ágát helyeztek el a templom udvarán, és feltették azokat a háztetőkre és sátrakat építettek maguknak. Akkor mit jelképez a fa az új szövetség korszakában? Lapozzunk Jeremiás 5. fejezetéhez. Nézzük meg a párosított verset az 5. fejezet 14-es versében. Az 5. fejezet 14-es versében meg van írva. Azért ezt mondja az Úr, a seregeknek Istene. Miután ti ilyen szóval szóltatok, ími tűzét teszem az én igémet a teszádban, ezt a népet pedig. Mivé? Fákká. Ahogy látjuk, Isten az ő népét, képletesen szólva, fához hasonlította. Az Ótestamentumban a sátorok ünnepének szertartása, hogy a fák ágait levágták és a templom udvarára vagy tetejére helyezték, nem azt az Isten szándékát jelzi, hogy egyesével egybegyűjti az ő népét, akik a templom anyagaivá válnak. Ezért ez a templom befejezését jelenti. A jelenések könyvében megemlíti, hogy néhányan a templom oszlopaivá válnak, Néhányan a gerendákká, mások pedig az ajtókká. Ilyen módon az egyes személyek különböző szerepeivel vannak magyarázva a Biblia példázataiban. Lapozzunk az Efézus második fejezetéhez. Nézzük meg az Efézus második fejezet 20- versét. Kik fölépítettetek az apostoloknak és profétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, akiben az egész épület széprendel rakadtatván, nevekedik, mivé. Szent templommá az úrban, akiben ti is, mit mondott, hogyan együtt építettek Isten hajlékává a lélek által? Megvan írva, hogy a templom minden anyaga együtt épül. Nézzük meg a jelenések harmadik fejezetét. Jelenések harmadik fejezetének tizenkettes verse. Nézzük meg a jelenések harmadik fejezetének tizenkettes versét. Aki győz, mi teszi, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában. Itt az, aki győz, nem arra utal, aki üdvözül. A sátorok ünnepének jövendelése szerint a Biblia azt tanítja és arról világosít fel minket, hogy Isten népe, akik üdvözülnek, a templom oszlopai válnak, és mindannyian a templom anyagivá válnak. Hogy beteljesítsük ezeket a jövendeléseket. Mit mondott Isten, mit tegyünk minden nemzettel és néppel. Elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szent léleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Ez megmutatja, hogy Isten az ótestamentum minden ünnepének rendszerében bemutatja hogy ebben a korban mit és hogyan kell tennünk a sátorok ünnepe által az ő tanítása szerint. Ezért mit mond a második Timóteus negyedik fejezete, mit tegyünk? Cseleked az evangélista munkáját. Nem ezt írja? És mit bízott ránk Isten első Tesszalonika második fejezete szerint? Megvan írva, hogy Isten ránk bízta az evangéliumot. Ahogy az izraeliták anyagokat gyűjtöttek a templomhoz Mózes kérésére, úgy ma a sátorok ünnepe azért van, hogy egybegyűjtsük az elveszett testvéreinket az ég egyik végétől a másik végéig, a föld négy sarkáról. Hogy az Isten által kívánt tökéletes anyagokká váljanak a Jeruzsálem templomhoz. Ha visszamegyünk 3500 évvel ezelőtre, miután a sátor megépült a sátorok ünnepén, Isten mindig jelen volt ott nappal felhőoszlopban, este pedig tűzoszlopban lakozva. Ezért nem számít, hogy hova költöztették a sátort. Nappal egy felhőoszlop, este pedig egy tűzoszlop lett fölé helyezve, annak jeleként, hogy Isten mindig benne lakozott. Ez egy nagyon fontos hely lett, ami megmutatta az izraelitáknak Isten folyamatos jelenlétét. Az evangélium szolgálatában vannak dolgok, amik emberi képességgel lehetetlenek. Mi, emberek, még a saját testünkről sem tudunk megfelelően gondoskodni. És nem tudjuk megtalálni az utat, ami a saját bűneink bocsánatához vezet. Azonban Isten megadta nekünk a bőséges kegyelmét, és számos lehetőséget adott nekünk. Isten nem csak a mi bűneink bocsánatára adott lehetőséget, hanem arra is, hogy megnyissuk az utat mások számára a megtérésre. Hogyan hihetnek abban, akiről nem hallottak? Hogyan hihetnek anélkül, hogy valaki hirdetne nekik? Ha nincs senki, aki hirdetne atyáról, vagy az új szövetség híréről, vagy az Isten országának jó híréről, akkor hogyan hallhatna bárki, vagy hihetne abban? Ez a küldetés csak azokért van, akik hajlandóak, és akiknek a szíve meghatódott. Ez a küldetés nem akárkinek adatik ahogy a Bibliában meg van írva, ez azokért van, akik hajlandóak, és akiknek meghatódott a szíve. Az ilyen emberek Isten kegyelmét keresik, és a Szent Lélek erejét kérik. Atya, anya, nem tudom megtenni a saját erőmmel. Akár mennyire is próbálkozom, a szám nem nyílik meg, és nincs bátorságom. Kérlek, öltöztessetek fel a Szent Lélek erejével, hogy elvégezhessem a küldetést, amit korábban nem tudtam elvégezni. Kérlek, változtassatok meg engem. Remélem, hogy ilyen buzgó imák által elnyerjük a késői eső Szent Lélek áldását, és hogy ez az év egy áldott év lesz, amelyben az evangélium gyorsan elterjed az egész világon, Szamáriában és a Föld végső határáig. A sátorok ünnepe a sátor építéséről emlékezik meg, az Új Testamentum Bibliában pedig ez az az ünnep, amikor a késői eső szent lélek áldása van megígérve. Mivel megkapjuk a szent lélek bőséges kegyelmét, erejét és hatalmát, ne csak a világi dolgokra koncentráljunk. Ehelyett a mennyország iránti nagyobb reménységgel hirdessünk a családunknak, a rokonainknak és a körülöttünk lévő szomszédainknak. Húgom, szeretnéd megtanulni, hogy hogyan mehetünk a mennybe? És ha van bátyátok, akkor mondjátok, bátyám, tanuljuk meg együtt a mennyhez vezető utat. Az élet, amit ezen a földön élünk, fontos, de nagyon mulandó és rövid, ugye? Nem lenne bölcs dolog felkészülni és előre tervezni az azutáni életre? Mindannyiunknak ilyen módon kell tanítania őket. Kérve minden testvérünket Sionban, hogy árasszátok ki Isten erejét Szamáriában és a Föld végső határáig ezen a sátorok ünnepe által, szeretném befejezni a mai prédikációt. Köszönöm szépen!